A Rákóczi Szövetség, a Vörösmarty Színház és Székesfehérvár önkormányzata kiváló szakmai kapcsolatot ápol évek óta, amelynek nyomán évről évre létrejön a Kárpát-medencei színjátszótábor a Székesfehérvári királyi napok részeként. A diákok 2013 óta a koronázási szertartásjátékban, vagy annak valamelyik kapcsolódó programjában vettek részt. Idén az ő közreműködésükkel valósul meg az Árpádházi Históriák című történelmi játék, amihez a táborban kapnak felkészítést. A megnyitón Cserpalkovics András polgármester kiemelte, a tábor népszerű a fiatalok körében, vannak visszatérő táborozók is, de minden évben egyre többen érkeznek hozzájuk. Évről évre a királyi napok rendezvénysorozatnak egy nagyon szép és szimbolikus része ez a tábor, ahol a határon túli magyar fiatalok érkeznek a nemzet történelmi fővárosába, Szent István városába, hogy a koronázási szertartásjátékhoz, vagy az ehhez kapcsolódó programok valamelyik eleméhez kapcsolódni tudjanak, és a táborban felkészüljenek arra, hogy a maguk előadásával színesítsék a királyi napokat. Ez azért is azt gondolom, hogy fontos, hiszen a történelmi fővárosként Székesfehérvár nem csak a fehérváriakért, hanem az összmagyarságért is felelősséggel tartozik. Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója úgy fogalmazott, az egész életét arra tette fel, hogy emberi életekről meséljen a színjátszás eszközeivel. A királyok, hadvezérek, egyéb sorsdöntő személyek történetei adják a mi, mai történelmünket, melyet mindenkinek ismernie kell, hiszen mindez meghatározza a jelenünket. Ezek a történetek, amelyeket a történelem évszámai és a történelmet alakító nevek, királyok, hadvezérek, nagy sorsfordító személyiségek jelképeznek, ezek a történetek együttesen alkotják a mi történelmünket. Történelmet pedig valóban kell ismerni, és azért kell ismerni, mert a történelem az egyszerűen meghatározza a jelenünket. A tábor augusztus 20-áig tart, résztvevői betekinthetnek a kulisszák mögé, és részeseivé válnak a színházi próbáknak, majd közreműködésükkel valósul meg augusztus 18-án és 19-én a Bartók Béla téren az Árpádházi Históriák című történelmi játék.